Ron Mallett kisfiú kora óta dédelgeti az időgép megépítésének álmát. Ma a Connecticuti Egyetem fizika professzoraként készen áll rá, hogy a világ elé tárja a titkát. Erős érzelmekkel tölt el a tudat, hogy képesek vagyunk a tér és az idő manipulálására. Ez azért izgalmas, mert az idő feletti ellenőrzéssel a saját sorsunkat is oly módon irányíthatjuk, ahogyan az emberiség eddig sosem volt rá képes. Mallett első indítatását az adta, hogy az édesapja váratlanul elhunyt egy szívrohamban. Az akkor csupán 10 esztendős Mallett elkeseredésében fogadalmat tett. Ha időgépet tudnék építeni, visszamehetnék, hogy újra lássam, és talán az életét is megmentsem. Közel fél évszázadon át, sok más tudóshoz hasonlóan, zárt laboratóriumokban folytatta a kutatásait. Csak a 20. század végén elért áttörésem óta engedhetem meg magamnak, hogy nyíltan beszéljek az időutazásról. Ha igaza van, akkor az időutazás a 21. század során válik elméletből valósággá. Örömteli változás, hogy a 21. században már tanulmányozhatjuk a témát, és nem kell hátra tekintgetnünk a vállunk felett, hogy jönnek-e már a fehér köpenyesek, hogy elvigyenek, amiért az időutazásról beszélünk. Mint minden leendő időutazónak, Ron Mallettnek is meg kellett ismernie az időt, mielőtt megkísér el keresztül vágni rajta. A világ élvonalához tartozó elméleti fizikus Michio Kaku az idő tanulmányozásának szentelte a pályafutását. Biztos benne, hogy lesz működő időgépünk. Az elmúlt évtizedben lavinaszerűen megnőtt az érdeklődés az időutazás iránt. Korábban mi fizikusok az időutazás tárgyában csak a fejünket ráztuk, és azt mondogattuk, hogy ez nem lehetséges. Most egyre keressük azt a fizikai törvényt, amely lehetetlenné teszi, és lásd csodát, nem találjuk. A legtöbben úgy véljük, hogy értjük az idő miben létét, csak hogy a többségünk téved. Amikor felnézünk a napra, valójában azt látjuk, ahogyan a nap 8 perccel korábban ragyogott, ugyanis ennyi idő kell ahhoz, hogy a fénye megtegye a 148 millió kilométert a Földig. Amit látunk, az a nap múltja. Kaku szerint az időutazáshoz először magát az időt kell megértenünk. Először is helyreigazít 3 közkeletű félreértést. Az idővel kapcsolatos első tévedés az, hogy egyetemes érvényű. Ha itt 12 óra van, akkor a Holdon is 12 órának kell lennie. És persze mindenhol az egész világegyetemben. A valóságban az univerzum szintjén képtelenség összehangolni az órákat. Ennek pedig a második félreértett elv az oka. Sokan úgy képzelik, hogy az idő egyenletes ütemben telik. A másik tévhit, hogy az idő az egész világegyetemben egyformán telik. A valóságban nem ez a helyzet. Az órák a világűrben kimutathatóan lassabban ketyegnek, mint lent a Földön. Még a műholdas helyzet meghatározó rendszereink is csak azért működnek, mert az Amerikai Egyesült Államok hadserege naponta beállítja a műholdak óráit. Az idő nem egyetemes. Különböző helyeken más-más ütemben telik. Az időutazónak el kell vetnie a múló idő képzetét. El kell fogadnia, hogy az idő is egy dimenzió. Ez a harmadik közkeletű tévedés. A legtöbben úgy vélik, hogy háromdimenziós világban élünk. A világunk a valóságban 4 dimenziós, 3 térbeli és 1 időbeli dimenzióval rendelkezik.
Az idő dimenzió elképzelése nem tűnhet könnyűnek. Kakunak viszont megvan az eszköze, hogy segítsen nekünk. Egy számítógépes játék. A Pac-Manben az a csodálatos, hogy egy kétdimenziós világban él. Csak előre, hátra, jobbra és balra tud mozogni. A felfogalma számára teljesen idegen. Nem tudja maga elé képzelni, hiszen egy sík világ lakója. Mi egy háromdimenziós világban lakunk, ahol mozoghatunk előre és hátra. Jobbra és balra. Vagy fel és le. Egy negyedik, magasabb dimenziót viszont nem tudunk elképzelni. Ez olyan logikai ugrást igényel, amit az agyunk egyszerűen nem képes végrehajtani. Az 5. sugárút és a 33. utca sarkára kérem. Ahogyan Pac-Man, mi is kétdimenziós térképeken igazodunk el a Földön. Ám Pac-Mantől eltérően mi elhagyhatjuk a síkvilágot, és elmozdulhatunk a magasság harmadik dimenziója mentén. Ugyanakkor az idő negyedik dimenziójában is élünk. Egy találkozóra a térképen meghatározott épület adott emeletén kerülhet sor, de az időpontban is meg kell egyeznünk. Az idő dimenziója annyira szoros kapcsolatban áll a másik három, térbeli dimenzióval, hogy a fizikusok ma már egy néven emlegetik őket. Téridő. Mai tudásunk szerint a tér és az idő nem láthatatlan, hanem egyfajta szövedéket képez. Ezt a szövedéket meg lehet nyújtani, és talán még csomóra is lehet kötni. Ha igen, akkor az időutazás álma talán nem is akkora képtelenség, mint amekkorának hangzik. Egy időgép elkészítéséhez meg kell találnunk a módját, hogy manipulálni tudjuk a téridő szerkezetét. Sok kutató szerint ez a manipuláció nem csupán lehetségessé, de egyenesen elkerülhetetlenné teszi az időutazást. Egy forgalmas járdán képesek vagyunk megváltoztatni a sebességet, amellyel haladunk. Sokkal nehezebb módosítani azt az iramot, amellyel az időben haladunk. A többségünk másodpercenként egy másodperces sebességgel halad előre az időben, de már is élnek közöttünk időutazók. A nemzetközi űrállomáson élő űrhajósok előre utaztak a jövőbe. Vajon nekik hogyan sikerült? Az űrállomások több mint 27.000 km/órás sebességgel keringenek a Föld körül. Voltak, akik több mint 700 napon át éltek odafent. A visszatérő űrhajósok a másodperc egy tört részével előre utaztak a jövőbe. Az elsődleges módszerük a sebesség. Minden űrhajó egy időgép. A sebessége miatt az utasai számára lelassul az idő. Hogy bemutassuk a mozgásnak az időre gyakorolt befolyását, először azt kell tudomásul vennünk, hogy a fénysebesség kozmikus korlátnak számít. Ennél gyorsabban semmi sem mozoghat. Ezzel az impulzus lézerrel a természet néhány állandójának egyikét mérik. A fény sebességét vákumban. A nyaláb lencsék és tükrök során halad át. Ha ezt a tükröt mintegy 30 cm-rel hátrébb tolom, akkor a fénynek nagyobb távolságot kell befutnia. Az oszcilloszkópról leolvasható, hogy mennyivel több idő kellett a nagyobb távolság megtételéhez. A megtett út és az idő pontos értéke alapján kiszámíthatjuk a fénysebességét. A fénysebessége 300.000 km másodpercenként. Mérésekkel igazolták, hogy ez az érték az egész világegyetemben állandó.
A változatlanságából következik, hogy az idő manipulálható. Jim al-Khalili fizikus fogja bemutatni, hogy az idő széthúzható és összenyomható. Az autó műszerfalára felszerelt képzeletbeli fényórát használja. Az eszközben egy fénynyaláb pattog fel és le, míg az autó a fényét megközelítő sebességgel halad. A járművön belül és kívül elhelyezkedő megfigyelők másként látják a nyalábot. Ebből következik az, hogy számukra különbözőképpen telik az idő. Miközben az autóban utazva figyelem az órát, azt látom, hogy a nyaláb függőlegesen fellemozog. Ha al-Khalili ikertestvére az út szélén áll, akkor ő másnak látja a nyaláb pályáját. Az autó vízszintes és a fényóra nyalábjának függőleges mozgása együttesen csak egy dolgot eredményezhet. Miközben az autó elhalad mellettem, én úgy látom, hogy a nyaláb átlósan mozog. A fény által megtett út az autón kívüli megfigyelő számára nagyobb. Ám a lényeg az, hogy a fénysebessége mindkettőjük számára ugyanakkora. Az idő a megtett út osztva a sebességgel, tehát az autó utasa számára kevesebb idő telt el. Az idő valóban lassabban telik a nagy sebességgel haladó megfigyelő számára. Ezt hívják szaknyelven idődilatációnak. A svájci Genf közelében működő CERN, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet működteti a világ legnagyobb részecske gyorsítóját. 85 különböző ország tudósai tanulmányozzák itt a szubatomi világot, hogy jobban megismerjék az univerzum működését. Az űrkorszakbeli létesítményben több mint 40 éve kísérleteznek az időutazással. A hasznos időutazó részecskék egyike a műon. A műonok a Föld légkörét szüntelenül bombázó, kozmikus sugárzás által létrehozott nagy energiájú részecskék. Egy műon élettartama mintegy 1 milliomod másodperc. A CERN kutatói a sebesség által hosszabbítják meg a szubatomi részecskék életét, ezáltal időutazókká téve őket. Az olyan hatalmas gyorsítók, amilyenek a CERN-ben is működnek, a fényét megközelítő sebességre gyorsítják a műonokat. A gyűrűben közel fénysebességgel keringő műon élettartama meghosszabbodik. Ez annyit jelent, hogy az óra, ami maga a műon, nagyon lassan jár. Amikor a műon körbeér, neki még csak ennyi telt el, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Nekünk viszont tik-tak, 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 tik-tak. Ebben az értelemben a műon a mi jövőnkben érkezik meg, hiszen a műon számára csupán 1 másodperc telt el, mi alatt nekünk 20. A kutatók úgy teszik lehetővé, hogy a műonok a jövőbe utazzanak, hogy lelassítják számukra az időt. Van azonban egy buktató, amely meggátolja, hogy a sebességet használjuk ki az időgép elkészítéséhez. A tömeg egyenértékű az energiával. Amikor egy gyorsuló test energiára tesz szert, a tömege is megnő. Egy ilyen irodai játékszer fémgolyóinak mozgás közben nagyobb a tömegük, mint amikor állnak. Mivel lassan mozognak, ez a többlet egészen csekély. Ha a sebességük megközelítené a fényét, akkor a tömegük hatalmasra nőne. A CERN gyorsítójában közel fénysebességgel száguldó szubatomi részecske tömege a nyugalmi tömeg 7000-szeresét is elérheti. Miközben a részecske egyre nehezebbé válik, a CERN tudósainak egyre több energiát kell befektetniük, hogy mozgásban tartsák.
A részecske energiáját addig növeljük, amíg a sebessége meg nem közelíti a fényét. Ha megduplázzuk az energiát, akkor valamivel még közelebb kerül hozzá. Ha ismét megduplázzuk, akkor tovább közelíti, de sohasem lépheti át. A fénysebesség eléréséhez végtelen nagy energiára volna szükség. Ha az energia az elemi részecskék időutazásának is gátat szab, akkor elképzelhető, hogy mekkora akadályt képez az emberi méretű időgép számára. A sebességre épülő időutazás fő akadálya az, hogy nem tudjuk a tárgyakat közel fénysebességre gyorsítani. A Föld összes energiatartalékával is csupán a fénysebesség töredékét tudjuk biztosítani a rakétának. Észre sem vennénk az eltérést, amíg egészen közel nem jutunk a fénysebességhez, de ehhez egyszerűen nincs elég energiánk. És nem ez az egyetlen nehézség. A sebesség alapján működő időgéppel egyirányú utazást tehetnénk a jövőbe. A fényét megközelítő sebességgel haladva az időutazó eljuthatna a jövőbe, de nem irányíthatná az időt. Csupán a saját idejét lassítaná le, hogy gyorsabban haladjon át az időn. Nem térhetne vissza, hogy beszámoljon a tapasztalatairól. Szerencsére van az időutazásnak egy másik módja is, amellyel az utazó megválaszthatja az útirányt. Ezzel az időgéppel nem csak a jövőbe, de a múltba is eljuthatnánk. A kutatók már több mint egy évszázada állítják, hogy az időutazás a jövőbe lehetséges. Az előreugrás egy elfogadott eszköze, a sebesség. Mindannyian a jövő felé utazunk, akár tetszik, akár nem. Közel fénysebességgel haladva felgyorsíthatjuk az utazást. A nehézséget a visszatérés jelenti. Van azonban más eszköz is az időgép megépítésére. A gravitáció. Sokan úgy véljük, hogy a gravitáció egyszerűen egy erő, ami a Földön tart minket. Ám Angliában a Manchester Egyetem kutatói ezt egészen másként látják. Az időutazó számára a gravitáció a téridő szerkezetének, a tömeg által létrehozott görbületét jelenti. Brian Cox professzor szakterülete a gravitáció és annak a téridővel való kölcsönhatása. A téridő nem valahol a fejünk fölött van, hanem itt előttem és bennem is. Kismértékben elhajlítom és kifejtek némi gravitációs erőt. Én persze nagyon könnyű vagyok, ezért nem hozok létre túl nagy görbületet, de egy csillag, galaxis vagy fekete lyuk már jelentős mértékben elhajlítja a téridőt. Minél nagyobb egy test tömege, annál nagyobb hatással van a téridő szerkezetére. Ez nem puszta elmélet, bizonyíték is van rá. A Hubble űrteleszkóp felvételein látható, hogy mi történik a világűrön át terjedő fénnyel. Egy galaxis mellett elhaladó fény pályája elhajlik. Ennek az elhajlásnak a mérésével bizonyítható, hogy a tömeg torzítja a téridőt. Ez a kísérlet a laboratóriumban hozza létre ugyanezt a jelenséget. Egy mini univerzum szemlélteti, hogy hogyan szeli át a fény a téridőt. A sima téridőben a fénysugár egy egyenes mentén halad. Bizonyíték van rá, hogy a világegyetemen áthaladó fénysugár elhajlik. A pályájának görbülete van, márpedig ez a pálya maga a téridő. A téridőt hajlító csillagok milliárdjai úgy hatnak, mint egy lencse. A lencse megtöri a fényt, ahogyan a görbült téridő is eltéríti. Középen egy galaxis látható, de körülötte határozottan kirajzolódnak ezek a gyűrűk. Ez erős, sőt, cáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy a tömeg elhajlítja a téridőt.
A téridő görbülete hozzásegíthet minket az időgép elkészítéséhez. A téridőt görbítő gravitáció kézzelfoghatóan befolyásolja az idő múlását. Itt a Földön ezt nem érezzük, de a földszinten lassabban telik az idő, mint egy felhőkarcoló tetején. Minél közelebb vagyok a Földhöz, annál nagyobb a téridő görbülete, annál erősebb a gravitáció, és annál lassabban múlik az idő. Itt fent a téridő valamivel kevésbé görbült. A gravitáció gyengébb, így az idő is gyorsabban halad. A hatás rendkívül gyenge. Ha 100 évig állnék itt a tetőn, akkor az órám 50 milliomod másodpercet sietne a földszintiekhez képest. Bizonyos értelemben tehát a Föld is egy időgép. A világűrbe kilépve a hatás még erőteljesebb. Az egyetemre szeretnék menni, a kódja M199QL. Az a tény, hogy az idő az űrben, a bolygótól nagy távolságra más ütemben telik, mint itt a Földön. Rendkívül fontos a műholdas GPS navigáció szempontjából. A földi és a műholdakon lévő órák összhangján múlik a GPS működése, de mivel a műholdak gyengébb gravitációs térben mozognak, számukra gyorsabban halad az idő. Az eltérés naponta 50 mikroszekundum, ami naponta 15 000 métert jelent. Ha ezt nem korrigálnánk és nem vennénk figyelembe az idő múlásának eltéréseit, akkor a navigációs rendszerünk használhatatlan volna. A Föld gravitációja és a tér ebből adódó görbülete nem elég ahhoz, hogy eljuttasson egy időutazót a múltba. Vannak azonban olyan helyek az univerzumban, ahol a gravitáció drámaian eltorzítja a téridőt. A téridő nagy része csak nem sima. Erősen csak a fekete lyukakban gyűrődik meg. Stephen Hawking professzor a fekete lyukak világszerte elismert szakértője. Az 1970-es években végzett úttörő jellegű kutatásai a figyelem középpontjába állították az addig csupán elméleti objektumokat. Egy fekete lyuk gravitációs vonzása megnyújtja és hihetetlenül mély kúppá gyűri maga körül a téridőt. A fekete lyuk gravitációja olyan iszonyúan erős, hogy ott az idő is számottevően lelassul. A Hawkinghoz hasonló fizikusokat lenyűgözte az, amit egy fekete lyuk az idővel művel. Ám itt is akad egy buktató. A fekete lyuknak van egy eseményhorizontnak nevezett határa, a legsűrűbb pont a szingularitás körül. Ez nem sok jót ígér az időutazóknak. A fekete lyukban elérjük a szingularitást, és megszűnünk létezni. Hawkingnak a fekete lyukakkal kapcsolatos kutatásai jó részt feltevéseken alapultak. Mégis övé lett az utolsó szó. 3-as, 4-es, C fokozat. Értem, 3-as, 4-es. Igen, egy MCVSNR jelét fogjuk, és sugározzuk tovább. 2008. januárjában a fekete lyukakkal kapcsolatos új kutatási eredmények hozták lázba az időutazással foglalkozó tudósokat. A Chandra Röntgen Obszervatórium 200-szor magasabban kering, mint a Hubble űrtávcső, és új adatokkal szolgál a fekete lyukakról. Felvétel. A műhold a valaha előállított legsimább felületű tükrökkel van felszerelve. A Chandra Röntgen felvételei 10-szer élesebbek az előző legjobb röntgen teleszkóp által készítetteknél. 8-2 GPS. Mintha 20 km távolságból olvasnánk le egy stop tábla feliratát. A különösen nagy tömegű fekete lyukak röntgenképeit elemző kutatók felfedezték, hogy azok a fényét megközelítő sebességgel forognak. Eközben magukkal sodorják a téridő szerkezetét is. Szaknyelven ezt tércsavarodásnak hívják. A téridő olyan mértékben eltorzul, hogy szinte teljes kört hoz létre. A fekete lyukak forgásának igazolása zene volt az időutazás iránt érdeklődők fülének.
mintha aranybányára bukkantak volna. Korukat megelőző feltalálók mindig is léteztek a történelem során. A lelkes és merész emberek képtelennek tűnő ötletek bajnokai voltak, gyakran az őket érő cinizmus és gúny ellenére. Az időutazásért lelkesedő Richard Gott ezektől a korai feltalálóktól merít ihletet. Ő még egy elméleti időgép tervét is elkészítette. Hiszek benne, hogy az ugyanezen munkálkodó társaimmal együtt az időutazás úttörőiként fogunk gondolni magunkra. Gott annyira meg van győződve arról, hogy az időutazás egy napon lehetségessé válik, hogy már jelentkezett is kísérleti alanynak. Szerintem megéri a kockázatot. Gott egyike a világ néhány fizikusának, akik azt állítják, hogy megoldást találtak az időben visszafelé történő utazásra. Arra jutott, hogy a mesterséges időgéphez a természetben kell megtalálni a lemásolandó mintát. Az egyik hely, ahol érdemes természetesen működő időgépet keresni, egy gyorsan forgó fekete lyuk közepe. Gott figyelmét az keltette fel, ahogyan a forgó fekete lyuk maga köré csavarja a téridőt. Gott a Princeton Egyetem asztrofizika professzora. A világegyetemet kutatta, hogy olyasmit találjon, ami egy forgó fekete lyukhoz hasonlóan hajlítja el a téridőt. Amit talált, az merész és nagyratörő hipotézis megalkotásához vezette el, egy még ma is elméleti objektumra alapozva. Ez a kozmikus húr. A kozmikus húrok a nagy boom után megmaradt energia vékony szálai. Bár nem vastagabbak egy atomnál, a kozmikus húrok sűrűsége rendkívül nagy. Egy egyméteres húr erősebb gravitációt keltene, mint a Föld. A rendkívüli gravitáció elhajlítja a téridőt. Az időutazást szem előtt tartó Richard Gottnak ez csupán egy dolgot jelent. Rájöttem, hogy mivel elhajlítják a téridőt, két végtelen hosszúságú, egymás mellett nagy sebességgel elhaladó húrt időgépként használhatnánk. A nagysebességű húrok egymás közelébe érve ég alakban felhajlítanák a téridőt. Egy űrhajónak általában a hosszabb úton kellene áthaladnia a téridőn. Itt viszont az időutazó levághatná a kanyart. A fényt megelőzve visszautazhatna az időben. Ha ez az autó űrhajó volna, és Gott találna két kozmikus húrt, akkor visszaérhetne még mielőtt elindul. A két mozgó kozmikus húr körül a téridő annyira görbült, hogy Gott a húrokat megkerülve azelőtt érne vissza, hogy elindul. Lássuk, hogyan. A kozmikus húrok a téridőt felhajlítva egy rövidebb utat hoznak létre. A húrok körül Gott gyorsabban megteszi az utat, mint a normális téridőben terjedő fény. Fénysebességnél gyorsabban haladó rakétát nem építhetünk. De a görbült téridőben, a rövidebb úton megelőzhetjük a fénynyalábot, és elméletben időgépet alkothatunk. Az idő folyása többé nem lineáris. Inkább egyfajta kört alkot. Van azonban egy apró akadály. A kozmikus húrok azon felül, hogy csupán elméleti képződmények, de rájuk találni sem volna könnyű. Nem bízhatunk akkora szerencsében, hogy találunk két végtelen hosszú kozmikus húrt, amelyek az időgép létrejöttéhez szükséges sebességgel haladnak el egymás mellett. Gott egy hipotetikus alternatívával kerüli meg a húrok problémáját. A kozmikus húrkokkal. Ezek is túlmerész elképzelésnek tűnhetnek, ám Gott elméletében a szkeptikusok sem találtak hibát. Az biztos, hogy nagy feltűnést keltett.
A szkeptikusok kétségbe vonták, hogy ilyen objektum létrehozható. Einstein mező egyenleteinek viszont van egy exakt megoldása, amely megengedi az időutazást a múltba. Richard Gott időgépének mégis van egy gyenge pontja. Eredményei szerint, amikor a téridő annyira meggörbül, hogy kört alkosson, az egész környezete egy fekete lyukba roskad össze. Ez bizony nem jó, hiszen a fekete lyuk szállodában csak bejelentkezni lehet, kijelentkezni nem. Úgy tűnik, hogy az időutazásra alkalmas terület egy forgó fekete lyuk csapdájába esne. Bár az a kilátás, hogy a nem létbe hullik, nem rettenti el az időutazót, Gott időgépének más korlátai is vannak. Az a hurok, amely lehetővé tenné, hogy egy évvel visszautazzunk a múltba, a galaxisunk tömegének felét igényelné. Ekkora tömeget kellene kezelnünk. Erre egy galaktikus civilizációnak egy egész galaxis energiaforrásai fölött kell rendelkeznie. Ez jóval meghaladja a NASA jelenlegi költségvetését. Úgy tűnik, hogy a kozmikus húrokra épülő időgép a jövő zenéje. Az időutazás kutatóit azonban a késedelem sem rettenti el. Gott elméletei másokat is arra ösztönöztek, hogy természetes időgépek után kutassanak a világegyetemben. Tulajdonképpen abban a pillanatban, hogy fizikusok a téridő terepén kezdtek mozogni, keresni kezdték a módját, hogy ugrásokat tegyenek, vagy alagutakat fúrjanak bele. Az időutazás legjobb módja valamilyen módon átvágni a tér két pontja között. A Földön jól ismerjük a rövidebb utat kínáló hidakat és alagutakat. Valami ilyesmit kell létrehoznunk a téridőben is, hogy időgépként hasznosíthassuk. Paul Davis professzor az időutazás összes mai elméletét elemezte. Meggyőződése, hogy az elméletileg leginkább megalapozott szerkezet az úgynevezett féreglyuk. A gravitáció elhajlítja a téridő szerkezetét. Az időutazás hívei állítják, hogy ha a görbület elég nagy, akkor a szerkezet visszahajolhat önmagába. A féreglyuk a görbült négydimenziós téridő két területe között teremt kapcsolatot. Két torkolatból és egy csőből áll. Az időutazó a féreglyukon át gyorsabban célba ér, mint a téridőben terjedő fény. Képzeljük azt, hogy ez a papírlap a tér, amelyről tudjuk, hogy görbült. Elképzelhetjük azt is, hogy így egészen körbehajlik, és ezáltal kétféle módon jön létre a kapcsolat. Van egy hosszú út, körbe, és van egy másik, amely a papír két végét összekötő alagúton át vezet. A féreglyuk felépítésének logikája már mindannyiunk számára ismerős. Íme egy nagyszerű példa a féreglyukra. Az ember lejöhet a lifttel át az utcán és fel a másik épület felvonójával. De választhatja a rövidebb utat is a hídon át, pontosan ugyanúgy, ahogyan a téridőben egy féreglyukon keresztül. Ahogyan az időutazás híveinek többségét, úgy Davis sem bátortalanítja el a tény, hogy a kutatók eddig nem találtak féreglyukat. Diákkoromban mindenki a fekete lyukakról beszélt, de senki sem tudta, hogy valóban léteznek-e. Ma már tudjuk, hogy a fekete lyukak valóságosak. Féreglyukakról is évtizedek óta beszélgetünk, miért ne léteznének ezek is? Az európai tudósok éppen ennek szeretnének utána járni. A svájci Genf közelében működik a CERN, az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet. Az itt dolgozó tudósok szerint hamarosan új korszak nyílik a fizikában. Itt működik a világ legnagyobb részecske gyorsítója, a Nagy Hadron ütköztető. Mélyen a Föld alatt, a 27 kilométernyi gyűrű alakú alagútban, a csaknem fénysebességre gyorsított részecskék ütközésével olyan körülményeket hoznak létre, amilyenek közvetlenül a nagy bum után uralkodtak. Az egymásnak rohanó szubatomi részecskék az energia apró fellobbanásait idézik elő.
A kutatók arról szeretnének képet kapni, hogy milyen volt az univerzum a megszületésekor. A nehezen megfogható sötét anyag, az extra dimenziók és talán a féreglyukak kérdésére is választ akarnak találni. Egyelőre merész feltevés, de esetleg képesek leszünk kis fekete lyukak, féregjáratok és kis időhurkok létrehozására. A mérnökök ma az egyik utolsó darabot illesztik a helyére. A világ visszafojtott lélegzettel várja, hogy mit fedez fel a részecske gyorsító. Felderítetlen vidékre indulunk, ahol egy kis szerencsével mindezt megtalálhatjuk. Világszerte kutató csoportok elemzik a gyorsítóból származó adatokat, és talán véglegesen eldöntik, hogy átlépnek-e a féreglyukak a képzelet világából a valóságba. Az időutazás néhány híve szerint a múltba történő időutazást nem mi, hanem egy rendkívül fejlett civilizáció fogja felfedezni. Olyanok, akik kezelni tudják a galaktikus energiákat. Egy amerikai tudósnak viszont meggyőződése, hogy birtokában van a múltba való utazás megoldása, és ezt bizonyítani is tudja. Ron Mallett, aki ma a Connecticuti Egyetem fizika professzora, úgy véli, hogy közel jár a múltba tett időutazás megvalósításához. Azelőtt az idő rabjainak éreztük magunkat. Az időutazás birtokában talán tudni fogjuk, hogy mi vár ránk, és a múlttal is kezdhetünk valamit. Mallett abban különbözik a társaitól, hogy nem pusztán elméletileg közelíti meg a negyedik dimenzióban való utazást. A szabadúszó feltaláló szerint az időutazás kora már is eljött. Úgy vélem, hogy annak a haladásnak köszönhetően, amit a 20. században az űrutazás terén elértünk, kialakult az a kép, hogy bármit elérhetünk. Sokak számára a meghódításra váró új határ az időutazás. A kollégáimnak azok a munkái, amelyek nekem a legtöbb ösztönzést adták, a forgó fekete lyukakról, féreg lyukakról és kozmikus húrokról szólnak. Mindezek lehetővé teszik a múltba tett utazást. Engem az érdekelt, hogy létezhet-e valamilyen más mechanizmus, amit a géphez felhasználhatnánk. A forgó fekete lyukak, féregjáratok és kozmikus húrok elméletének közös eleme a gravitáció. Mallett új módot keresett arra, hogy a gravitációt az időutazás szolgálatába állítsa. A fénynek tömege nincs, energiája viszont van. Mallett arra a meggyőződésre jutott, hogy az időgép megépítéséhez el kell szakadnia a bevett módszerektől. Arra jutottam, hogy a fény felhasználható a gravitáció szabályozására. Mivel a gravitáció megszabja az időt, ez annyit jelent, hogy az idő a fénnyel befolyásolható. Ez képezi az elméletem alapját. Mallett titokban tartotta az ötletét. Mielőtt az elméletét nyilvánosságra hozta, meg kellett bizonyosodnia róla, hogy van valódi tartalma. A fekete lyuk körül fellépő tércsavarodás előidézésére keresett módszert, hogy hurokba hajlíthassa a téridőt. A megoldás ott volt az orra előtt. Az jutott eszembe, hogy a körkörös fénynyalábot elő tudom állítani. Az pedig elvezet a tér felcsavarodásához. Márpedig, ha előidézem a tér görbületét, az az időjét is maga után vonja. Mallett hónapokig dolgozott az egyenletein. Mindent többször is ellenőrzött, mielőtt az elképzelését a világ elé tárta. Bár a féreglyukak és kozmikus húrok használatára csak a galaxisok energiájával rendelkező szupercivilizáció volna képes, Mallett állítja, hogy az ő időgépe nem csak a jövőben, de már ma is megépíthető volna. Itt négy egymást keresztező lézernyalábot látunk. Egy téglalapot formáznak, amelyben a fény körben jár. Ez magával sodorja a teret. A végső, működő modell a téren kívül az idő felcsavarodását is kiváltja majd. Mallett elmélete szerint a gépének modelljében lézernyalábok elegendő gravitációt hoznak létre a forgó fekete lyuk okozta tércsavarodás előidézéséhez.
Vannak, akik szerint az elmélet képtelenség. Mallet viszont váltig állítja, hogy a gépe képes egy kis időhurok kialakítására. A valódi készülék csak akkora lesz, mint egy hajszál vastagsága, és a jelenlegi hétnyaláb helyett 10,000 lesz benne. Mallet készen áll rá, hogy a modell után a kézgépet is megalkossa. A parányi időgépben egy szubatomi részecske volna az időutazó. Képzeljük csak el, hogy figyelmeztetni tudnánk magunkat a jövőben fenyegető katasztrófákra. Senkinek sem kell visszajönnie. Elég, ha az információkat vissza tudjuk küldeni, legyenek azok tudományos vagy orvosi ismeretek. Gondoljanak csak bele. Visszaküldhetnénk az AIDS vagy a rák gyógymódját. Ez sokkal többet jelenthet, mint egy ember visszajuttatása. A fiú, aki arról álmodott, hogy az időben visszautazva megmenti az édesapja életét, talán már közel jár az időgép elkészítéséhez. Mallet a fizikus azonban mára már elfogadta, hogy nem találkozhat újra az apjával. A múltba tett utazás csak akkor kezdődhet, amikor bekapcsolja a gépét. Csak az idő mutathatja meg, hogy Mallet gépe beválik-e. Ám egy olyan gép megalkotása, amely képes visszautazni az időben, olyan kérdéseket vet fel, amelyeken évtizedek óta sokan törik a fejüket. Bármilyen vonzó gondolat a történelem újraírása, minden változtatás következményekkel járna. Ha az időutazó megváltoztatja a múltat, azzal hogyan befolyásolná a jelent? Ez paradoxonokhoz vezet, az ember például megölhetné a saját nagyapját, mielőtt az apja megfogan. Sokan egyszerűen túl hihetetlennek találják az időutazást. Mindannyian a jövő felé utazunk, akár tetszik, akár nem. Közel fénysebességgel haladva felgyorsíthatjuk az utazást. A nehézséget a visszatérés jelenti. Még senkivel sem találkoztam, aki a jövőből jött. Mások viszont erre az érvre is találnak választ a párhuzamos univerzumok létében. Ez már igazán tudományos fantasztikumnak hangzik, de a bizonyítékok magukért beszélnek. A józanész azt diktálja, hogy ha fogok egy kis biliárdgolyót, és átlöböm egy résen, akkor a képernyőre egy biliárdgolyó érkezik meg. Csak hogy ezt a lézernyalábot is a fény különálló részecskéi, fotonok alkotják. Amikor a fotonokat átlövöm a résen, akkor csodák csodája, különös dolog történik. Egy nagy folt helyett több sávot látunk, mintha a foton több helyen volna egyszerre. Az univerzumban minden az elemi részecskékből épül fel. Ha a fotonok lehetnek egyszerre több helyen, akkor talán mi is. Mi fizikusok most úgy tartjuk, hogy maga az univerzum hasadt fel két univerzumra. Az egyikben a foton jobbra tért ki, a másikban pedig balra. Más szavakkal végtelen sok párhuzamos univerzum létezhet, amelyek egymásról ágaznak le. Végzős diákként kis hián lefordultam a székemről, amikor rájöttem, hogy talán nem csak az elektronok lehetnek két helyen egyszerre. Talán én magam is két helyen vagyok jelen. Természetesen valóságosnak éreztem magam, és tudtam, hogy csak egy van belőlem. De lehet, hogy az én testem is állandóan sokféle univerzumba ágazik szét. A párhuzamos univerzumok elképzelése szerint a mi világegyetemünk csupán egy lap, egy vastag pakliban. Nem univerzumban, hanem multiverzumban élünk. Egymás mellett létezünk, és az időutazás által fel is kereshetjük ezeket a párhuzamos univerzumokat. A többszörös univerzumok elmélete talán az időutazás paradoxonjainak legtisztább és legegyszerűbb feloldása. Ha hiszünk a sok világ elméletében, akkor a paradoxonok fel sem merülnek. Az elmélet szerint az a mód, ahogyan a történelmet szemléljük, elavult. A logikánk azt diktálta, hogy az események sorban követik egymást. Úgy követik egymást, mint a vasútállomások. Második világháború, atombomba, ember a Holdon.
A párhuzamos univerzumok elmélete szerint viszont a mi világunk csak egy sínpár, egy hatalmas rendezőpályaudvaron. Az időutazó egyszerűen áttérne egy másik vágányra. Valahányszor beszállnánk az időgépbe, valaki másnak a múltjával babrálnánk. Az időutazásról szóló elméletek talán nagyon vadnak hangzanak. Ám az elmúlt évszázad úttörői is addig tágították a határokat, míg a tudományos fantasztikumból valóság lett. A képzelőerőt és a tudást ötvözve bebizonyították, hogy az időutazásra is sor kerül. Eddig csupán a másodperc töredékével jutottunk előre az időbe. Az időutazás zászlóvivői azonban rettenthetetlenek. Hajtja őket a tudat, hogy minden legendás utazás egyetlen lépéssel kezdődik. Narrátor Kassai Károly, magyar szöveg Horváth P. Tamás, munkatársak Férentay Bernadett, Horváth Zoltán, Vígvári Ágnes, Derzsi Csilla, Bozi Barbara.